A Miskolci Nemzeti Színház a tavalyi évadban alapította a kilátódíjat, melyet a teátrum fiatal színészei közül akkor Rusznák András nyert el. Arról, hogy a 13 jelölt közül idén kikapja az elismerést, nem csak a társulat dönt, hanem a publikum és az Észak-Magyarország olvasói is. Az újszerűség jegyében ebben az évben nem csak színészre, hanem bizonyos alakításokra is lehet voksolni. Tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogy önnek melyik színész, melyik alakítása tetszett a legjobban. Lovas Rozi 2012-ben szerződött Miskolcra. A fiatal színészt az Urimuriban Rozikaként, a Vágy villamosában pedig Stellaként ismerhette meg a miskolci publikum. A művésznő számára igazán színes volt a mostani évad, hiszen játszott többek között mesedarabban, de a Csarnokban megrendezett Sirályban mását, míg a Tanítónőben Tóth Flórát alakíthatta. Ez utóbbi karakterről beszél először Lovas Rozi. Nagyon megtisztelő volt, és nagyon nagy boldogsággal töltötte, hogy egy ekkora szerepet osztottak rám. És hogy a Gábor rám gondolt ebben, és az nyilván nem véletlen. Én őt nagyon szeretem emberileg is, meg a színházról való gondolkodását is nagyon szeretem, és már így előre nagyon örültem, hogy fogunk tudni így ekkorát együtt dolgozni. Az elején csak ennyit éreztem, amikor megkaptam ezt a szerepet, hogy ez egy marha nagy felelősség, és nagyon jó lesz egy ekkorát dolgozni. Itt is egy pályakezdőről van szó a darabban, hiszen tanítóként a Délvidékre pályája elején kerül Tóth Flóra, tehát itt azért van valami közös vonás, és te is ugye egy vidéki városba, Miskolcra kerültél ide 2012-ben. Igen, ez abszolút párhuzam, és próbáltam is ezt a részét is megragadni, szóval ezt nagyon fontosnak gondoltam, hogy egy abszolút tiszta szívű, tiszta lelkű, nagyot gondolni akaró és nagyot tenni vágyó lányról van szó, tele lelkesedéssel, szeretettel és a világról való pozitív elgondolással. Ugyanakkor egy értelmes, intelligens, tanult lány, aki hamar felfogja és megérti a viszonyokat, de minden esetre a kezdet az abszolút az, hogy az első igazán komoly feladat, és eljött először a családjától, az anyukájától, aki szintén tanítónő, és ott volt egész életében előtte példaként, és most egyedül a két lábára állva teheti azt, amit ő gondolt, vagy amiért neki ezt a hivatást úgy érezte, hogy magára kell vállalnia. Talán bennem is még bennem van ez a tiszta lelkű lelkesedés a szakmám iránt, ami talán mindig meg fog maradni. Hát nyilván egyre többet tudok, egyre többet látok, tapasztalok, sok csalódás is éri az embert ilyen-olyan szempontból, sokat tanul, próbálkozik, elfárad, sok emberrel találkozik, tehát ez a sok-sok rárakódott tudás, ez nyilvánvalóan bölcsességet ad az embernek, amitől egy idő után félő, hogy elveszíti azt a tiszta lelkűségét és a csillogó szemét, ami az elején volt. Ez nem biztos, hogy baj, de én próbálok vigyázni arra, hogy megmaradjon az a biztos tudásom és akarásom, amiért én erre a pályára akartam jönni. Másával sem könnyű azonosulni. Főleg egy olyan darabban nem, amely egy picit kikacsint a nézők irányába. És ez a Csarnoki Sirály, ez ilyesmi. Maga a darab, vagy a Gábor elképzelése, illetve a megvalósítás, az milyen lett, az az ő rendezői koncepciója. Én ezt nagyon szeretem, és nagyon tudtam vele azonosulni, és életem nem túl hosszú pályafutásom, de egyik legizgalmasabb munkájának gondolom, és igazi jó csapatmunka volt, és annyira együtt gondolkodtunk már egy idő után, hogy fantasztikus volt, és sajnáltam, amikor vége lett a próba folyamatnak. Szóval ez a Gábor érdeme. Különleges karakter ez a mása azért a maga picit zárkózott világában. Tehát nem olyan, mint a Tóth Flóra, és szerint nem is olyan, mint Lovas Rozi. Nagyon szeretem ezt a karaktert, és nagyon megértem, és érdekel, vagy vannak a környezetemben ilyen hasonló élethelyzetben lévő emberek, és ezért azt gondoltam, hogy tudom, hogy miről akarok beszélni. Az, hogy aztán utána belehelyezkedjek, vagy hogyan sikerül a belehelyezkedni, az egy másik dolog. Személyes életem most nem ilyen irányba mutat szerencsére, mint amilyen a másait. Tehát én próbáltam belevinni ezt a féle ilyen örök nyughatatlanságot, ami nem egy pozitív nyughatatlansága, nem abszolút negatív. Tehát az ember folyamatosan, mintha izgulna, görcsbe van a gyomra, nem tud jól aludni, iszonyú hamar felmegy a púzusa. Tehát nincs egy nyugodt perce, az agya nem tud leállni, folyamatosan kattog és magát ostorozza, vagy megoldást keres, de minden esetre nincs egy olyan állapot, hogy leül egy székbe, behunja a szemét és sütteti az arcát a nappal, és valahogy ezt a féle ilyen görcsösséget, de ugyanakkor intelligens magára látást, de kilátástalanságot próbáltam belevinni ebbe a szerepbe.